A Phoenix televízió szerkesztősége még nem foglalkozott azzal a nagy indulatokat kiváltó üggyel, amelynek során január 12-én a város üzemeltetés dolgozói gallyazást és fakitermelést végeztek a béketéren, aminek eredményeként eltűntek az öreg japán akácok a térről. Sokan sokféle módon mondták el eddig véleményüket a fák kivágásáról. A Phoenix televíziótól Richter László kért megszólalási lehetőséget. A riportot munkatársaim január 21-én készítették. Itt vagyunk a béketéren Richter Lászlóval, és meghallgatjuk az ön véleményét erről a fakitermelésről. Köszöntöm a Phoenix televízió nézőit. Engedjék meg, hogy az alapján nyilatkozzak, hogy valamikor 2009-es évben mink újítottuk fel az első világháborús emlékművet, mint alapítvány. Hát a közelmúltban, több mint egy hete, megdöbbenve láttuk, vettük tudomásul, hogy a 7 darab szép nagy fát kivágták, aminek teljes mértékben semmi értelmet nem láttuk. Egyszerű, laikus emberként mondom. És nem csak én mondom, hanem sok-sok ember mondja, akit minden nap elmegy itt a park előtt, és látják, hogy milyen munkát végeztek. Most nem azokra orrolunk tulajdonképpen, akik kivágták a fát, hanem akiknek a agyába megjelent ez a gondolat, hogy ezt a parkot tönkre kell tenni. 2009-ben, mikor minkehez az első világháborús emlékműnek a felújítását terve vettük és végrehajtottuk, akkor eszünk ágába se jutott az, hogy mink itt ilyen vandál pusztítást végezzünk. Igyekeztünk a fákra vigyázni, pedig a gépekkel ide is be kellett jönni, darúval, stb. Ezen felbuzdulva, most én azon szeretnék választ kapni, azért szeretnék választ kapni például a Andrássy Lőrinctől, hogy akkor 2009-ben miért nem jutott nekik például eszükbe, hogy ha már ti csináljátok az emlékművet, akkor mi meg nézzük meg az a fákon, hogy tudnánk segíteni. Az a legegyszerűbb dolog, hogy fogjuk a lánchűrészt és dőtsük ki a fákat. Semmi alapja nem volt neki. Hiába mondják ők, hogy gombás volt, még fertőzött volt, még veszélyes volt. Még... Nem igaz. Nem figyelt oda senki. Ő azt mondja, hogy 50 éve nem volt gazdája, vagy 70 éve nem volt gazdája ennek a parknak. Akkor miért beszél? Miért nem állt a sor elejére, és azt mondom, hogy emberek, gyerünk, nézzük meg ezeket a fákat. Millió fa van Tiszafüreden, csak Tiszafüredről beszélek, ahol az utcára a 30, ott van például szemben a 33-asra, benyúlik azok a régek, hogy vannak azok megvetve? Azok évek óta úgy vannak. Az egy dolog, hogy most egy fának a törzse, mit tudom én, sérült valami oknál fogva. De aki megnézi, a laikus ember is látta ezeken a fákon, hogy semmi probléma nem lett. Egy kis igazítás megoldotta volna a problémát jelen pillanatban, nekem ez a véleményem. Szeretném elmondani azt, amit nem tudom, hogy ön hallott-e, hogy ugyanezek a japán akácok voltak az egykori Zrínyi iskolának az udvarán, és azokat már 15 évvel ezelőtt ki kellett vágni, mert balesetveszélyesek voltak. Ugyanazokról a korú fákról beszélünk, tehát ön a szakember véleményéről azt mondja, hogy az nem helytálló. Ki tud akkor már utólag ebben az ügyben igazságot tenni? Hát nagyon nehéz, mert itt a labdát lehet dobálni össze, hisz én még ráadásul egy laikus ember vagyok. Tegnap előtt este vettem a fáradtságot, és az internetre felmentem, és egy-két gondolatot megnéztem. Vannak olyanok, akik szakértelemmel nyúlnak hozzá. Nem megállok a földön, a fa alatt, és akkor azt mondom, hogy hát ez beteg fa, hanem ott van például, nem tudom, hogy hallottak-e róla már, akik erre utasítást adtak, hogy ki kell vágni a fákat, például a Magyar Faápolók Egyesülete, akik direkt ilyen fákkal vannak, tehát avval a fákkal foglalkoznak, amik a közterületén vannak. Itt van például a japán akácnak nevezett fa is. Ez egy egyszerű fa, és díszkertekben, díszparkukban van a helye neki. Annyira igénytelen. Csak ugye oda kellene figyelni rá, hogy hát most a gallya hova megyen, ne legyen veszés. Most az iskolában, hogy mi volt, azt én nem tudom megmondani, de biztos vagyok benne ott is, hogy meg lehetett volna előzni, hogyha szakemberek csinálják. Nem csak ráfogjuk. Vagy például ott van a Magyar Tudományos Akadémiának is, vannak ilyen kimondott ilyen fa kutatással, különböző fáknak a telepítésével, meg a fajtájával, akik foglalkoznak, ilyen szakok. Nem nekem kell megmondani, hanem a szakembereknek kellett volna figyelni, de ez vandál munka. Ez vandál munka, amit itt csináltak. És arra kérném a vezetőket, innen sok-sok magam mellett más személyekkel kapcsolatban is, hogy azért
állítsák mellé magukat ebben a fakitermeléssel. Tényleg egy komoly szakember gárda végezze már el azt a vizsgálatot, hogy megérett a fa a kivágásra. Most ez az árva, csóró kisfajta, itt van velünk szemben, ezt meghagyták ide, hogy minek, ezt se értem. Ezt se értem. Tiltakozásom jeléül kipakoltam, én nem kis Balázs pakoltak ki, én kitettem 2 darab zászlót. 20 percet, 25 percet nem ért meg, ráírtam sprayvel, hogy vandálok. Ez így volt. 20 percet nem írt még 2 alkalommal. Tehát interneten ezt közé tettél. És mondhatnak nekem akármit, hogy ilyen, meg olyan, meg amolyan, de azért nem igaz, hogy ennek a fának a kivágás volt az első szempont. Nem igaz. Valami más megoldást ki lehetett volna neki találni. Itt van, én többek között csak hagyolvasok egy pár sort innet. Hazánkban ugyanebből a japán akácfajtából fellelhető, nem egy, nem kettő, 200 évesnél idősebb fa. Aki itt elment, és még mikor virágzott a fa, itt olyan méheknek a zümmögését lehetett hallani, hogy ez fantasztikus. És kérem szépen, most már a méhek is menjenek amarra. Ki van vágva fa, az si kell. Utána ennek a fának például a gyógyításban is van neki szerepe. Fél van itt írva, hogy mikre jó, milyen akármire. És sőt, még amire hivatkoznak, hogy ilyen gombás. És ellenáll például ez a fajta, mert ez egy, hogy is mondják, padova fának mondják japán akászkul, hol semmi köze neki, mert Japánból nem volt sose, hanem ezt Kínába és Koreába telepítették, onnan származik. Tehát nem, nincs szoros kötődése Japánhoz. És ellenáll a gombáknak, különböző betegségeknek. Na most, ha egy fa, de az ugyanúgy mondhatnám az ember is, elér egy bizonyos kort, ugye nekünk is itt fáj, ott fáj, hát miért ne fájhat annak a csóró fának? Nem értem logikát, egyszerűen nem tudom felfogni. És tiltakozok az ellen, hogy ilyen barbár munkát végezzenek itten. Azt látjuk, hogy önhöz nagyon közel állt ez a kis tér, illetve maga a park és a fák is. Sajnos ezen már nem tudunk segíteni, de vannak hasonló életkorú és hasonló fajtájú fák, például a Nemzeti Étterem előtt. Milyen tanácsokat tudna adni az illetékeseknek, a döntéshozóknak? Nem szeretnék itt mostan okosnak látszani, meg szép fiúnak látszani. Ez nem nekem a problémám. Ez a szakembereké. Csak én most úgy nyilatkozok, mint egy egyszerű járókelő ember, sokak számára is ugyanígy a véleménye, mint nekem most elmondtam, semmi értelme nem volt. Csináljanak olyan fát, ültessenek olyan fát, ami tényleg belílik a környezetbe, nem kell mindig ápolgatni, hogy hát ott van például az üzlet előtt. Hát azokat a 2 fát én már nem egyszer-kétszer akartam kivágni, mert annak tényleg aztán semmi haszna nincsen. Nem közel is van az épület. Az a legkevesebb, hogy közel van, de például, amikor megindulnak a fának a fejlődése, a növekedése, új gajat hoz, új ágat hoznak, az mind ott az utcában, akik jönnek befele, azok semmit nem látnak ki. Nem egyszer, kétszer, háromszor nekem kell metszőllóval levágni a lelógó ágat, hogy a balesetveszélyt elkerüljük. Mi az, hogy balesetveszélyed? Én tudom, hogy hát kellemet, hogyha valakinek a fejére esik egy gaj. Egyetértek. De hogyha az erdőbe bemegyünk, ott is előfordulhat, hogy rá, ott akkor kivállalja a feleséget, az erdő felelősséget, az erdőhivatal, az erdész, vagy minek, mint arra. Tehát mindent meg lehet magyarázni. És a másik még most eszembe jutott egy olyan, hogy azt mondta az Andrássy Lőrinc, úgy nyilatkozott a televízióba, minek hívják, Alföld hírbe. Most tudtam meg, hogy ilyen televízió is van. Hogy ez egy internetes sport. Igen, most már tudom, én is már meghallottam. És úgy nyilatkozott, hogy most is azok hőbörögnek a legjobban, akik életükben nem ültettek egy fát se. Hát én innen üzenem Andrássy Lőrincnek, hogy én ültettem sokat, mert én falusi paraszt gyerek vagyok, és kertünk volt. És oda kellett ültetni, még ha büszkefának nevezzük, vagy baraszkfának, de akkor is ültettünk. És ilyet nem mondjon, hogy nem ültettünk fát, mert mind itten, ez nem egy nagy akármilyen városon, mind beton járdák, meg beton terek vannak. Ültettünk fát. Én is ültettem. Az ősszel is ültettem fát. László, köszönjük szépen, hogy elmondta a véleményét. Remélem, köszönöm, hogy szépen, több véleményt közre tudunk majd adni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak engem is.
Az előző riportalanyunk említette az ön nevét, és mint szakértő közreműködött a béketér fáinak kivágásában, illetve a gondozásában. Kérem Lőrincet, hogy mondja el, hogy mi is történt itt január 12-én. Igen, ez így van, és teljesen korrektnek tartom, hogy a Városi TV megkérdezi a másik felet is, ha már elhangzott a név. Igen, van hozzám, mert már a nyári időszakban is megkerestek. Itt történt egy olyan, hogy egy hatalmas ág lezuhant, leszakadt itt a közútra. Iskola mellett vagyunk, és az volt a szerencse, hogy nem gyerekre vagy esetleg járműre hullott ez a fa. Innen indult az egész. Aztán több alkalommal, két alkalommal írásos szakvéleményt is adtam, miután az önkormányzat kapott a katasztrófa védelemtől is egy tájékoztatást, hogy érdemes lenne ezeket a fákat vagy erősen megcsonkolni, vagy pedig kivágni, mert baleset veszélyesek. Én is úgy láttam, és a fotóimon is úgy látszik, hogy a fáknak nem az alsó harmada, hanem a felső kétharmada volt nagyon elkorhadva, és minden korábbi sérülésen keresztül be voltak fertőződve az úgynevezett korhasztó vagy taplógombákkal. Egyébként is ez a nem őshonos fafaj repedésre hajlamos. Vízszintesre kihajló ágai voltak, kifejezetten baleset veszélyes méretűre nőttek már meg, és ezért került sor az eltávolításukra. Bár én javasoltam a csonkolást is, igaz, hogy hozzá mellékesen odaírtam, hogy az erősen csonkolt fák viszont esztétikailag kifogásolhatók, nem egészen szépek a környezetben. Mindenképpen fapárti vagyok egyébként végtelenül, mert nem csak mint növényvédős, hanem mint aki telepítette is a fákat közterületeken. A Tiszafüreden a strandfürdő előtti részt, a két lépcsőház előtt az összes sövényt, a fákat, a török-magyaró gesztenyefákat, jó magam ültettem, 73-tól ismerem ezt a területet, és aggódva nézem én is a fák sorsát, mert még a városban van jó néhány. Most a Deák téren csonkolva rendbe lettek úgy téve egy időre ezek a fák. De itt az évek során nem lett korona alakítás és semmilyen igazítás a fákon. Lakott területen belül vagyunk. Kint nagyon szép dolog, hogyha állva halnak meg a fák. Ezt úgy értem, hogyha nem olyan helyen, iskolák környezetében, és itt két példa van, ami hát radikálisan történt most a fák úgymond szabályozása a Kossuth téren és itt a béketéren. Itt van az iskola, itt van a gyerekforgalom, egészen nem csak gyerek, hát nyilván felnőttre is ugyanúgy veszélyes. De korábbi telepítéseknél több helyen Tiszafüreden nem vették azt sem figyelembe, hogy villanyvezeték alatt gázvezeték, vízvezeték, szennyvízvezetékbe belenőtt fák vannak, és ott az elmúlt 30, de 50, akár 70 évet is, ha tekintjük, nem hiszem, hogy nagyon gazdája volt ezeknek a fáknak olyan értelemben, hogy egyrészt védjék, másrészt a koronát alakítsák vagy igazítsák. Sajnos van jó néhány, ami várható, és hát problémát fog okozni. Én azt mondom, akkor várjuk meg, míg talán valaki úgy látja, mert most az indulatok rendkívül elszabadultak, ahogy olvasom, néhány tényleg ilyen fotelzöld előtérbe hozta a nagy tudását, és hát alpári módon is nyilatkozik és cselekedik. Én is említek nevet is, hogy nem tudom, mire alapozta Kis Balázs a 9 millió forintos értéket, hogy ilyen kárt tettünk, de nem gondolnám, hogy ez szakmailag megalapozott lenne. Minden esetre, mint vadász is, én is azt mondom, hogy mentsünk meg minden fát, ami megmenthető, de amikor elér egy bizonyos állapotot és egy bizonyos kort, akkor érdemes elgondolkodni rajta, hogy megmaradjon-e. Mint ahogy érdemes elgondolkodni azon is, hogy gyönyörű, szép, hatalmas nagy nyárfák vannak egyik-másik helyen, de ezek a nyárfák ontják a pihét. Ez egészségre káros, tűzveszélyes. Nem hiszem, hogy hatalmas kárt okoznánk vele, ha a pelyhező nyárfák kikerülnének mondjuk a lakott területről.
úgyis rengeteg pihebe fog jönni majd az ártéri területekről. Nagyon szép dolog, hogy az egész Tiszató árterén hatalmas erdőterület sarjat már. Ott korábban teljes mértékben kivágták a fákat, kivéve egy őstölgyes részt a túloldalon, és hát akkor hektár számra, 10 000 számra vágtak ki fákat, és nem mondta senki, hogy meg fogunk fulladni, mert nem lesz oxigén. Itt most ki lett vágva a japán akácuk erről a térről, ami sajnálatos, de meg kellett előzni, hogy ne legyen belőle nagyobb gond. És erre már olyanokat írkálnak, hogy ezentúl ki fog nekik oxigént adni, tehát szélsőségessé vált. Az a véleményem, hogy valószínűleg a politikát behozzák ebbe a dologba, és hát ami indulat most van esetleg a másik oldal iránt, az most mind előjön ilyenkor. Ez egy alkalom rá, de nem kellene ezt tenni, mert a természetvédelembe, környezetvédelembe, a fák védelmébe nincs jobb oldal, meg bal oldal. Ez tényleg mindannyiunk ügye, és én is komolyan veszem, és ezt nem tudom elhinni, hogy valakinek ezen múljon most már az oxigénes vétele. Itt tervezve van egy jó néhány, sokkal több fa ültetése kell is. Gondolnunk kell nyilván az utókorra is. Abban bízok, hogy ezt a néhány fát, ugyan esztétikailag nehéz rögtön, hogy is mondjam, pótolni, de az az energia ültetvény, ami füred alá került, az a növekedésével, meg a létszámával az a fa mennyiség százszorosan pótolja most ezt. Tudom, esztétikailag nem. Esztétikailag viszont talán elmondhatom, hogy jobban érvényesül a szobor. Viszont a hátam mögött lévő fát pedig kifejezetten kértem, hogy ki ne vágják, mert ez egy őshonos, értékes tölgyfa, és ráadásul ez egészséges. Legalábbis 80%-ban nincsenek elszáradva az ágai. Viszont annyira ránőtt a tetőre, hogy már érte a tetőt és károsította. Ezért a jobb oldali ágát, ha innen nézzük, vagy a hátam mögött lévő túloldali ágát, le kellett vágni. De ha egyik oldalt elkezdjük csonkítani a fát, akkor a másik oldalból is itt is le kellett vágni egy ágat, azért, hogy arányos legyen a fa, tehát hogy kiegyensúlyozott. Még annyit tudnék elmondani, hogy ha valaki megnézi a járási hivatal bal oldalára eső, vagyis a kínai áruházzal szembe lévő japán akászfákat, nézze meg valaki, hogy milyen vízszintesre, mekkora hatalmas ág van az útra ránőve. De én már nem akarom mondani, hogy azt is le kell vágni, mert az előbb-utóbb megszakad. Ha megindul a törzsön a korhadás, akkor viharos idő nélkül is leszagadhat, mint ahogy most is panaszkodnak, hogy villanyvezetékre szakadtak fák, és nincs áram már egy napja, felháborító, mert a hűtő, mert így úgy, és kiderült, hogy ez a szélmentes állapotban az zúzmaráktól leszagadtak fák az ország, az Alföld délkeleti részein. Tehát, és még vihar sem volt. És hogyha tekintünk a klímára, akkor állandóan azt halljuk, hogy szélsőségesedik az időjárás. Egész komoly viharok, esők, nem részletezném, lényeg az, hogy szélsőséges, és az ilyen fák, amelyek megindultak korhadásnak, meg aránytalanul növekedtek, azok bizony okoznak balesetveszélyt, és akkor, hogyha bekövetkezik, mint ahogy bekövetkezett már emberhalál is ebből, vagy itt Tiszafüreden is, mielőttünk is rászakadt egy fa az Antal Laci gépkocsijára, tűzoltók szedték le, ha bekövetkezik, hogy akár a gyerekek ráesik egy ilyen ág, mint hogy a Kossuth téren a pad mellé leszakadt egy komoly ág, akkor nem fog senki odállni, hogy én vagyok érte a felelős. És ezért komolyan el kellene gondolkodni azoknak, akik ilyen szélsőségesen megnyilatkoznak. Engedje meg, hogy a jövőről is kérdezzem a szakvéleményét. Milyen fákat javasol a japán akácok helyére ültetni? Nagyon szép fák a platánfák, erősek is, nem törékenyek. Hársfát például, legalább a méheket támogatjuk vele, mert a méhek világszerte pusztulnak.
Én ezt a két fát mindenképpen javaslom. De lehet, hogy kellene a városnak egy olyan szakember, aki kifejezetten tájépítészeti szempontból is gondolkodik, és utána gazdája lesz a fáknak, mert valljuk be, hogy én úgy látom, én 73 óta lakok Tiszafüreden, és megszeret a környezetét is, a természetét is, természeti területeit is, és hát nem vettem soha észre, hogy kifejezetten lett volna egyáltalán napirenden a fák állapota a városban. Valószínűleg, hogy a jövőben jobban szem előtt vagy előtérbe fog kerülni, és akkor gondozottabbak lesznek, mert ha valaki megnézi a temetőbeni hatalmas fákat is, amelyek sírokat emelnek, akinek ott van a síremléke, az fel van háborodva, vagy miért nem vágják ki, mert már rontja a síremléket. De a másik ember meg azt mondja, hogy ki nem árjék vágni ezt a szép fát, mert hát szép. Az érdekek és a nézetek nagyon különbözőek. Ezt valahogy össze kell majd hangolni. Ebbe szerintem nagy szerepe lesz az önkormányzatnak is. Ebben az időszakban már most több alkalommal megkerestek, én meg elvállaltam. Lehet, hogy nem kellett volna, sokan azt mondják, hogy miért vállalom én fel, most te viszed el a balhét, meg ilyen szövegeket hallok sajnos. Hát nem irigyeljük önt ebben a helyzetben, mert hiszen az indulatokon kívül azért érzelmek is vannak itt, hiszen nagyon sokan évtizedek óta járnak erre, vagy éppen hűsöltek ezek alatt a fák alatt. A indulatok ellenére köszönöm szépen, hogy elmondta a véleményét. Remélem, hogy ilyen helyen, ilyen helyzetben nem fogunk gyakran találkozni. Én köszönöm, bízok benne. Egyik példa rá most a Deák tér, hogy azt így meg lehetett oldani. De azokban a fákban még sokkal több az egészséges rész. Én aggódok még a gesztenyefák sorsáért. Én nem fogom leírni, hogy vágják ki, ez biztos, de azt tudom mondani, hogy 100%-osan fertőzöttek korhasztó és taplógombákkal, az aknázómoly pedig a lombozatot tente tönkre, úgyhogy kiszáradóban van nagy része. A mi házunk előtt én kétszer lepermeteztettem, védettem a gesztenyefát, és egyedül már az maradt zöld lombbal, amikor Tiszafüreden már az összes gesztenyefa kopasz volt. Meg lehet nézni, hogy vagy például Egerben még az 1200 darab gesztenyefa zöld lombbal rendelkezett, Tiszafüreden már mind kopasz volt szeptemberben a gesztenyefa. Tehát a sorsuk azoknak is megpecsételődött, mert nagyon sok helyen törött, sérült, és a sérüléseken keresztül, ha vizet kap, megtelepszenek a gombák, aztán elzárják a szállítóedőnyalábokat, és így vezet a betegség a fák pusztulására. Nem akarok vészjósló lenni, de aggódok érte. És azok, akik hát még jelképesen sem aggódtak eddig érte, meg hát effektíve nem is tettek, azokat én azt kérném, hogy figyeljenek oda azért továbbra is, de ne az indulatok vezéráljék, hanem gondolják át, és a szakmaiságot hát nem csak fotelból, hanem hozzáértve nézzenek utána alaposabban.